Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Tolna megye a női futszál egyik fellegvára. A Magyarországon létező 20 NB-s csapat közül 3 ide köthető. A Tolna Mőzs és a Szekszárd az NB1-es, az atomerőműese az NB2-es bajnokságban szerepel. De a paksiaknak tavaly lett volna lehetőségük feljutni, azonban utánpótlás híján ezt nem léphették meg. A következő percekben Tolna megye női futszál világába kapunk egy kis betekintést. A futszál ismertebb nevén a kispályás labdarúgás az 1960-as évek elején terjedt el hazánkban. Ezekben az időkben jellemzően a nagypályás labdarúgók profi karrierjük végén hobbiból vagy levezetésképpen futszáloztak. A Magyar Labdarúgó Szövetség égisze alatt 30 éve szervezik a futszál bajnokságot. A női változata a 2000-es évek elejétől hódított teret. Akkoriban NB1-ben 10, NB2-ben 27 csapat indult, mely mára-mára felére csökkent. Napjainkban Tolna megye az egyik fellegvára a női futszálnak, hiszen 2 NB1-es és egy NB2-es csapat működik számos utánpótlás együttes mellett. Tolna megyében ugye 3 országos bajnokságban szereplő futszálcsapat van, ugye a Tolna Mőzs, akik NB1-be játszanak, Szekszárdi futszálklub, aki szintén NB1-be játszik, ott mindkét helyen elég komoly utánpótlás nevelés folyik, illetve a Tolna kezdte ezt a futszál, női futszál vonalat meghonosítani itt a megyében a 2000-es évek elején, amikor indult a futszálbajnokság, és onnan kiépítettek egy olyan tömegbázist utánpótlásban, mint egyedüli tolnamei csapat, amire igazán az összes többi csapat épült a későbbiekben. De ez annyira változott, hogy most már például a Szekszárdon is önálló utánpótlás képzés folyik. Jó eredményeket érnek el, nagyon sok játékost kinevelnek, és mivel nálunk ugye ez még nincsen, tehát utánpótlásban nem vagyunk, azok a játékosok, akik ott kevesebbet lehetőséget kapnak, vagy abba hagyják valami miatt, akkor itt nálunk kapnak lehetőséget. Amikor én belecsöppentem, ugye akkor 27 NB2-es csapat volt Magyarországon, plusz ugye a 10 NB1-es, tehát ez egy elég jó létszám volt futszalba. Most 14 NB2-es van két csoportban, illetve 6 NB1-es, tehát igen, mondhatni felére csökken. NB2-es nagypályás csapata volt egykoron az Atomerőmű Sportegyesületnek, azonban a létszám csökkenése miatt, hogy megmaradjon a játék lehetősége a lányoknak, futszál csapatot hoztak létre. Akkor találtak rá a paksiak az éppen Gerjenben edzősködő, de Tolnát, Szekszárdot is megjárt Horváth Györgyre, aki néhány játékosával áttette a székhelyét az Atomvárosba. 3 éven öltöztünk NB2-be, az első év és a második év is egy tanuló év volt. A harmadik évben már kezdtek ráérezni a lányok, illetve összeszoktak. Sajnos az a bajnokság félbeszakadt márciusban, ott feljutó helyen voltunk. Fel is kértek minket az NB1-es indulásra, mivel nem volt utánpótlás csapatunk, így ezt nem tudtuk vállalni. És ugye most megint egy olyan szezont kezdtünk, ami szintén ebben a járványhelyzetben azért furcsán zajlott, mert novemberig ment a bajnokság, utána 2 hónapig megint nem volt mérkőzésünk, most megint újra kellett játékba lendülni. Továbbra is az a cél Tolna megyében, hogy minél több női futszálosnak játék lehetőséget biztosítsanak, de az NB1-ben az eredményesség sem maradhat el, hiszen Tolna Mőzs és Szekszárd mindig is az élvonalhoz tartozott. Nem csak nyert 3-0-ra a Paksi FC, hanem játékbeli, mondhatni technikai fölényben volt a mérkőzés nagy részében a dobogós helyekért küzdő vendég Kisvárda ellen. A sok jó teljesítmény közül kiemelkedett a csapat irányító középpályása Bognár István, aki ezúttal is meglőtte a szabadrúgás gólját és gólpasszal is segítette csapatát.
A sokszor egész pályás letámadás sikeres alkalmazása ezúttal is hozzájárult az ellenfél, nevezetesen az élcsapattá vált Kisvárda játékának elrontásához, a labdabirtoklási fölény biztosításához a PFC számára. Mindez mondhatjuk szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy Bognár György csapata mindig begyűjtse a pontokat. Az is kell, hogy a góllövésre kínálkozó lehetőségeket kihasználják az zöldfehérek, és az ebből a taktikából adódóan gyakorta előforduló létszámhiányos visszavédekezést is kapott gólok nélkül ússza meg a csapat. Az egy-két kivétellel csupán külföldiekkel pályára lépő szabolcsiak ellen megbízható kapus teljesítményt is felvonultatva, az utóbbit megoldották kitűnően a paksiak. Így tudtak nyerni magabiztosan 3-0 egy masszív, remekül kontrázó csapat ellen. Volt öröm, közös kis ünneplés emiatt az öltözőben a meccs után, amelyből a PFC középpályás játékmesterének az újból remek szabadrugás gólt lőtt, és emellett még egy gólpaszt is adó, tucatnyi ígéretes támadást elindító Bognár Istvánnak, a paksi edző kisebbik fiának bőven volt része ebben. Fontos volt, hogy a szünetre kellett találjunk be, nyilván ez veszélyes is, mert bele lehet aludni a mérkőzésbe, de szerencsére nem így jöttünk el második fél időben, nem így történt. Én koncentráltam nagyon a szabadrugásra, azt a szöget nagyon szeretem, talán onnan rúgom a legjobban, úgyhogy örülök, hogy sikerült megint betalálnom. Általában azért tudja a játékos, hogy honnan, hogy fogja rúgni, tehát nyilván amikor befolyják a szabadrugást, akkor nagyjából azt már tudja fejbe, hogy itt hogy nyilván sok múlik azon is, hogy hova áll a kapus, akár a helyére visszarúgni, de igazából most jó döntést hoztam. Kapusok készülnek belőle, hogy hova szoktad rúgni? Kapuba. Viccelek. Nyilván pontrugásokat szokták elemezni, akár 11-es, akár szabadrugások. Igazából, hogyha valaki jól rúgja a 11-estől közeli szabadrugásokat, akkor azt nagyon nehéz védeni, sőt nem lehet, úgyhogy talán az ilyen 20-on belüli szabadrugásoknál igazából a játékoson múlik, hogy mennyire tudod a koncentrálni, meg kivitelezni a lövést. Ami az együttes csapatvédekezését illeti, az a mai paksi FC-nél roppant fontos, nos, ami az ebből ráeső feladatot illeti, nos, a Kisbogez Besze névre hallgató futballista nem volt magával, és úgy általában a csapat első félidei teljesítményével ezen a télen elégedett. Kevés ütközés volt szerintem, ennél több kell részemről, úgyhogy ez nem volt rendben szerintem. Úgyhogy nagyon fontos meccs lesz a jövő heti. Egy jövő heti győzelemben nagyon eltávolodnánk hátulról, és tudnánk előre is lépni, úgyhogy szerintem, ha erre a meccsre azt mondtuk, hogy ez eldönti, hogy föl le, akkor a jövő heti még inkább. Ekkor a 12-es mezőny második felébe tartozó, a kieséstől fenyegetett Újpest lesz, szintén hazai környezetben, az ismét 5. helyen álló, a 3. MOL-Fehérvára is már veszélyes Paksi FC ellenfele. Úgy tűnik, a Dunaföldvár Holler SC kézilabda csapata tartósan szeretné kibérelni a férfi MB2 területi csoportjában az első helyet, és ez esetben erősen elgondolkodna az esetleges feljutáson. Egy remek felkészülés után két új játékossal megerősödve meglepő könnyedséggel győztek Törő Szabolcsék a 4. helyen álló dobogóra felkapaszkodni akaró Mecseknádasd ellen. Ősszel a baranyaiak otthonában döntetlen született a két csapat mérkőzésén. Repülőrajtot vett az MB2-es tabellai lovas Dunaföldvár Holler SC az új év első hazai meccsén, amelyen a dobogóra is esélyes Mecseknádasd volt az ellenfél. Nem látszott meg egyáltalán a leállás, a kényszerszünet okozta kihagyás Törő Szabolcs sokra hivatott csapatán, amelyben két újonnan igazolt, igen fiatal játékos is helyet kapott, mindketten a közeli Dunaújvárosból, illetve Kalocsáról érkeztek. Igen, ők fiatalok, még csak 17 évesek, de nagyon-nagyon tehetségesek, és idővel már bízom benne, hogy a sok munkával nem ezen a szinten fognak kézlabdázni.
Mindkettőt bevetette az edző, velük jól láthatóan még lendületesebb lett a Földvár, amely már az első félidőben irányította a mérkőzést. Nem csak lerohanta a baranyaiakat, hanem felállt védelem elleni játékban is megtalálta a rést igazi gólpasszokkal a fizikálisan remek ellenfél zárt védekezésében. Szünet után a félidőbeli 6-ról duplájára növelte előnyét a hazai csapat, amely Törő Szabolcs földvári edző szerint az ellenfélre adaptált, jól alkalmazott taktikájuk miatt alakulhatott ki 13 gólos különbség is. A második játékrész közepére ez alapvetően eldöntötte a meccset. Annak ellenére, hogy két játékosuk majd egy hónapot is kihagyott sérülés miatt, jól sikerült a pandémia alatt is a felkészülésük, a csapat egyik rutinos játékosa szerint még egységesebb lett a játékok, sőt, ami a támadó játékot illeti, taktikailag előreléptek. Mindenki hozzátette a maga apró pici jó dolgát, ebbe a hibák is belefértek, mert vagy elől, vagy hátul azokat ki tudtuk javítani. Ehhez nyilván kellett egy nagyon jó kapus teljesítmény hátul, ami nyilván a nagyon jó védekezésnek is köszönhető volt, hogy belekényszerítettük őket abba, amit mi szerettünk volna, hogy lőjenek, illetve ahonnan lőjenek, illetve ahogy rámenjenek a falra. Megvannak a régi mozgásaink, inkább azt mondanám, hogy tudunk lépni egyről a kettőre. Szeptember-októberben az első részét tudtuk játszani, most már eljutottunk oda, hogy a második, illetve a harmadik részét is, tehát a további játékaink is megvannak ebből, nem esünk pánikba, hogyha nem sikerül elsőre megoldani, utána is próbáljuk szépen építeni, hogy utána mit, hogy szeretnénk játszani ebben, és ez egyre jobban kezd összeállni, úgy érzem. Nincs kötelező elvárásként kimondva a bajnoki cím megszerzése a dunaföldvári kézisek számára, de ezzel lennének igazándiból a tudat alattiukban elégedettek. Egy rendhagyó szezon rendhagyó díjátadóját tartotta a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség. A megye legjobbjainak elismerésére immár 30. alkalommal került sor. A szövetség döntése mellett most is lehetőség volt a sportbarátoknak is szavazni. Idén 2366 szavazat érkezett. Az ünnepségen 14 év legjobbja díjat, valamint 6 külön díjat adtak át. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Baranya megyei szervezeti egysége idén is megrendezte szavazását a megye legjobb játékosaira, edzőire és játékvezetőire. Felnőtt profi női játékos kategóriában Vencel Nóra, a Peac Pécs kosárlabdázója kapta a legtöbb szavazatot. Felnőtt profi férfi játékos kategóriában pedig Andrea Csirics vehette át a díjat, aki jelenleg a PVSK Veolia csapatának másodedzője. Rajtuk kívül még további 12 év legjobbja díjat osztott ki a szövetség. A 6 külön díjas között pedig dr. Rádgéber László kosárlabda mesteredző a Baranya megye sportvezetőjének díját vehette át. Ez két dolog miatt vagyok különösen boldog. Az egyik az, hogy ez az a polihisztor bizonyítja bennem, hogy azért ott a 2000-es években, amikor beindítottuk ezt a díjkiosztást, azért ott van egy rakás, majd fel is vesszük a Baranya legjobb edzője, aztán szóltam a főtörzi vezessük be, hogy legyen legalább férfi meg női, mert úgy elég unalmas volt minden évben jött, és már megkaptuk azt a díjat, és akkor lett férfi női, akkor lett legjobb játékos, és örülök, hogy ennek a díjkiosztásnak az egyik ötlet adója voltam, és fantasztikus munkát végeznek a szövetségbe, és ezek nagyon szép díjkiosztok. És a másik dolog pedig az, hogy ezt a vezetői díjat is nagyon jól bevezették, ez nem én voltam az ötlet adója, de hogy olyan nagy emberek után én is átvehettem a díjat, a Baranya megye sportvezető díját, és belekerültem ebbe a legendáris sorba. A Baranya megyei kosárlabdázásért kifejtett több évtizedes munkájának elismeréséért Füzesi József életműdíjat kapott, amit fia Füzesi Gábor vett át. Füzesi József csaknem 60 éve a pécsi utánpótlás kosárlabdasport meghatározó alakja. Szent Lőrincről került Pécsre, ahol először a Karikás Frigyes utcai általános iskola testnevelő tanára volt, majd 1982-től 2004-ig nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesként, sportszakmai vezetőként dolgozott a pécsi testnevelési általános és sportiskolában, közkeletű nevén a Társiban. A szívéhez legközelebb talán a
diákolimpiai országos döntők álltak. Elévülhetetlen érdemei vannak Pécsett a fiú és a leány utánpótlás nevelésben. Ebben az évben ünnepeljük a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség megalakulásának 75. évfordulóját. Ez egy szép ünnep, és ebből az alkalomból szerettünk volna egy olyan nagy ünnepséget rendezni, amit ebben a pandémiás helyzetben sajnos nem volt lehetőségünk. Az elmúlt év az rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy amióta kosárlabdázás van, nem szakadt félbe a bajnokság úgy, mint ahogy ez történt az elmúlt tavasszal. Nem hirdettek bajnokot, nem hirdettek győzteseket. Mi mégis fontosnak tartottuk, hogy az elmúlt, hogy ne maradjon ki, már 30 éve adjuk át Baranya megye legjobbjainak díjait, és nem szerettük volna, hogyha emiatt ez elmarad, és úgy ezért megszavaztattuk, és köszönöm mindenkinek, aki leadta szavazatát az interneten, és most immár átadjuk ezeknek a díjazottaknak az elismeréseket. Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára levélben köszöntötte az ünneplőket. A főtitkár megköszönte a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség által díjazottak sportág iránti elkötelezettségét, tevékenységét, és mint írta, bízik benne, hogy a következő alkalommal újra személyesen ünnepelhetik meg a sportág sikereit, végezetül pedig kitartást és jó egészséget kívánt mindenkinek. Az őszi idegenbeli 0-0-ás döntetlen után hazai pályán 1-0-ra győzte le az Aquitál FC Csákvár együttesét a PMFC. A győzelmet már a 34. percben Adam Csek Máté révén megszerezte a pécsi csapat. A Merkantil Bank Liga 25. fordulójában a bennmaradásért harcoló sárgamezes Aquitál FC Csákvár együttesét fogadta a piros-feketében játszó PMFC labdarúgó csapata. A házigazdák jól kezdték a mérkőzést, és rögtön a második percben Hegedűs Márk emelte be a labdát a 16-oson belülre, Barta Lászlót hozva ezzel helyzetbe, lövésébe azonban beleléptek az összezáró csákvári védők. A 9. percben Óvári Zsolt szöglete után Hegedűs Márk tette be a labdát középre, Preklett Csaba félfordulatból lőtt, kísérlete azonban fölé szállt. Alig egy perccel később Futó Zsombor távoli szabadrúgását Barta László csúsztatta meg fejjel a kapu előtt, ám nem tudta megfelelően helyezni a labdát. Visinka Ede csapata számára egy zicser adódott az első játék részben. A 30. percben Sejben Viktor kapott remek labdát, Helesfai Donát kiválóan zárta a szöget, és Daru Bence nem ért oda a labdára. A vezetést a 34. percben sikerült megszereznie a PMFC-nek. Adam Csek Máté egy csel után lőtt, és bár lövése megpattant, végül így is a kapu bal oldalába hullott a labda. A 43. percben Futó Zsombor jobboldali beadása szállt veszélyesen középre, és a csákvári kapusnak kellett résen lennie. A szünet előtt Grabant Bence vitte el a labdát a jobboldalon, centerezését követően Adam Csek már nem tudott kapura lőni, így 1-0-ás előnnyel mehettek pihenőre a csapatok. A fordulás után Hegedűs Márk beadását követően mentettek nagyot a csákváriak Adam Csek Máté elől, pedig Markek már vert helyzetben volt. Az 51. percben Madarász Márk lépett ki középen, lövése azonban 15 méterről elment a pécsi kapu mellett. A pécsiek a folytatásban is nagy erőket mozgósítottak az eredmény növelése érdekében. A 69. percben Sági Milán ívelte be a labdát jobbról a rövid irányába, ahol Geiger Norbert érkezett. Az átvételt követően egyből rá is lőtte a labdát, de Markek testtel óriásit hárított. A 82. percben a csereként pályára lépő Kónya Dávid robogott végig a félpályán, majd indította a szintén korábban becserélt Geiger Norbertet, akinek élesszögből leadott lövését Markek hárította. Egy perccel a rendes játékidő vége előtt Geiger Norbertet buktatták a csákváriak 16-osán belül. A jogosan megítélt büntetőt Kónya Dávid végezte el, amit Markek bravúrral kivédett, majd a kipattanó fölé szállt. A találkozó végül megérdemelt 1-0-ás pécsi győzelemmel ért véget. Nehéz mérkőzésre számítottunk amíg a mérkőzés előtt, ez be is bizonyosodott. Attól függetlenül abszolút jól kezdtük a mérkőzés, lehetőségeink voltak, már rögtön az első percben gólt szerezhettünk volna. Próbáltuk az akaratunkat ráerőltetni az ellenfélre, ez nagy részben sikerült is.
és megszereztük a vezetést. Az ellenfélnek ugye volt talán az első fél időben egy lehetősége, azon kívül sok helyzetet nem tudtak kialakítani, amit azt mondok, hogy abszolút pozitív. Azért csak 48 gól szerzett, azt hiszem tudomásom, hogy 48 gól szerzett idáig a Csákvár, hogy nullára tudtuk hozni a meccset, ez mindenképpen pozitív. Ettől függetlenül a mérkőzés tanulsága, hogy fontos lenne ezeket, amiket kidolgoztunk, helyzeteket berugdosni, mert végén meleg pillanatokat kellett, hogy átéljünk. Először is gratulálok a Pécsnek a győzelméhez. Összességében teljesen megérdemelt volt a győzelmük. Annak ellenére, hogy az első 100%-os helyzet a miénk volt a mérkőzésen, sajnálom, hogy nem találtunk be, mert lehet, hogy másképp alakulhatott volna a játék képe, vagy a meccs képe. Utána kaptunk egy, én úgy ítélem meg, hogy egy elkerülhető gólt, és utána egy kicsit kapkodóvá vált a játékunk. Én azt gondolom, hogy mentünk az egyenlítés után, rohantunk valójában az egyenlítés után. Számunkra meg a mi helyzetünkben minden egyes pontnak óriási értéke van. Sajnálom, hogy nem tudtunk igazi helyzeteket kialakítani, de nem véletlenül van a Pécs azon a helyen, ahol van. Egy komplett és egy jó csapat a Pécs. Sajnálom, hogy nem egyenlítettünk ki, számunkra egy pont is nagyszerű lett volna itt Pécsen, de egy jó csapattól kaptunk ki, azt kell, hogy mondjam. 16 hetes félidő után 27-17-re győzte le a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata a Rinyamenti KC együttesét hétvégén. Zdenko Kordi tanítványai egy erős héten vannak túl, hiszen 7 nap alatt 3 mérkőzést játszottak. Február 14-én a tabella éllovasa a Budaörs ellen lépett pályára. Szerdán az NB1 egyik élcsapatát, a Siófokot fogadta a Magyar Kupában. Szombaton pedig a Rinyamenti KC volt az ellenfele a Kozár Mislenyese női kézilabda csapatának. Októberben 3 gólos vereséget szenvedtek a lányok Nagyatádon, most azonban kiválóan vették az akadályt, és tulajdonképpen már az első játék részben eldöntötték a találkozót. A 16 hetes félidő után megpróbált még nagyobb sebességre kapcsolni Zdenko Kordi együttese, bár már látszott a fáradtság a lányokon. A Kozár Mislenyiek így is növelték a különbséget, és végül kereken 10-zel 27-17-re nyertek. Sok fejtörést okozott nekünk a mai mérkőzés, hiszen 7 nap alatt ez a 3. meccsünk, és féltem, hogy az egész találkozó olyan lesz, mint amilyen a második félidő volt. A Budaörs és a Siófok ellen is fejben és fizikálisan is nagyon sok energiát veszítettünk. Nagy terhelést kaptak a lányok, nagyon nehéz volt a csapatot rendbe tenni a csütörtöki és a pénteki nap folyamán. Viszont a hozzáállással mindhárom mérkőzésen az első 30 percben elégedett voltam. A kapott feladatokat jól elvégezték a lányok, gratulálok a csapatomnak. Az első félidő mindegyik meccsen nagyon tetszett, büszke vagyok a lányokra, jó volt nézni a találkozókat. Víg Vivien jó kapus teljesítménye is kellett a hazai sikerhez. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, de úgy gondolom ilyen, hogyha fegyelmezettek vagyunk, és ilyen, hogyha az akarat is a helyén van. Úgy gondolom, hogy az első fél időben nyújtott védekezéshez képest a másodikban egy kicsit visszaestünk, de én nem nincs okom panaszra a csajok, tehát megtettek mindent, amit tőlük tudtak. Egy kicsit elfáradtak a másik fél időben, de úgy gondolom, hogy összességében elégedettek lehetünk ezzel a mérkőzéssel. A Kozár Mislenyiek legeredményesebb játékosa ezen a találkozón Polics Tímea volt, aki 6 gólt lőtt. Őt követi Seffer Éva 5, Seffer Zsanett és Markovics Rebeka 4-4, Grénus Gréta és Tobak Luca 3-3, valamint Szemmerrok Dóra és Linder Luca 1-1 góllal. 36-30-ra nyerte a PEAC NB2-es női kézilabda csapata a Siófok KC U22 elleni szombati rangadót. Ezzel a győzelemmel Pap László együttese 12 forduló után is veretlenül vezeti a délnyugati csoportot. Folytatás jövő szombaton a Balatonboglár ellen ismét hazai pályán, zárt kapuk mögött. Jobban kezdte a mérkőzést a listavezető PEAC a Siófok KC U22 ellen szombaton. A fiatalos, dinamikus kézilabdát játszó együttest ősszel sikerült 7 góllal legyőznie a PEAC-nak idegenben. Most Pap László tanítványai már az első játékrészben 4 gólos előnyre tettek szert. Míg a pécsiek 20 gólt lőttek, a siófokiak 16-ig jutottak az első 30 percben.
A szünetről is jobban jött vissza a Peac csapata, és már 10 is volt közte, amikor a végjátékra összeszedte magát a Siófok, de csak közelebb tudtak kerülni a házigazdákhoz. A találkozót 36-30-ra a Peac női kézilabdázói nyerték. Így Pap László együttese 12 forduló után is veretlenül vezeti az MB2 délnyugati csoportját. Nagyon sok olyan figyelmetlenségből kaptunk gólt az első félidőben is, meg a másodikban is, amit eredetileg megbeszéltünk, tehát azt gondolom, hogy felkészülhettünk rá, és fejbe tudtuk volna tartani ezeket az információkat, ezeket csak helyjel közzel hasznosítottuk. Ennek ellenére természetesen nagyon örülök, mert azért ez egy, akárhogy is nézzük, egy rangadó a Siófok ellen, és megvan a következő győzelmünk is. Tanulni kell belőle, mert hogyha azt gondoljuk, hogy ennyi elég a folytatásra, akkor azt hiszem, hogy kisítőek vagyunk. Jövő héten Balatabogláll látogat hozzánk. Egyértelmű, hogy meg kell nyerni a mérkőzést, ő azért más kategóriájú csapat, természetesen nem szabad lebecsülni őket, de biztos 2 pontot kell hoznunk. Dietrich Zsófia Mohácsról érkezett a Peac csapatához a szezon elején. A játékos 4 góllal járult hozzá a szombati sikerhez. A támadó játékunkkal maximálisan elégedett vagyok, de úgy gondolom, hogy a védelem az még elég laza, és ezt a kapott gólok is mutatják. A lőtt gólokkal azzal elégedett vagyok, mert szerintem 36 gólt lőni azért elég szép teljesítmény, de szerintem a védelemnek még jobban össze kéne állnia. Balatonboglár érkezik, hát az őszi meccsen ott elég nagy arányú győzelmet tudtunk aratni, úgyhogy remélem, hogy ezt majd most is sikerül elérnünk, úgyhogy 2 pontot várok a csapattal. A Peac játékosai közül Halmai Pálma 9 gólt lőtt, a csapatkapitány Horváth Virginia 8, Kovácsné Rép Fanni 5, Dietrich Zsófia 4, Hámori Réka 3, Tóth Tímea 2 és Potonyác Anna 1 góllal járult hozzá a sikerhez. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!